Üdvözlök mindenkit, Nekrokrém vagyok, és végre az Isten szerelmére kijött Warframe-el a War videón, És azt kell mondjam, aki nem kezd el Warframe-mel játszani, annak valami nem stimmel. Tényleg fantasztikus és egyre jobb és szebb is uh, az egész univerzum, ami a Warframe körül mozog. Úgyhogy egyszerűen kurva jóvá alakul a játék történet szempontjából is, elképzelés szempontjából, és hozzátéve az, hogy egy kicsit próbálják visszahozni, tehát tényleg igyekeznek, hogy próbálják visszahozni a régi Warframe kihívása itt. Nos, de itt most nem az a lényeg, itt az a lényeg, hogy szeretném elmondani nektek, hogy miről szól a Warvidin, tehát a Warvidin története fog következni, és egy másodpercen belül rátérek, szólok nektek most rögtön az elején, hogy ez az első része ennek a videónak, egy másik részt fel fogok tölteni, attól a ponttól, ahol repülni kell az űrhajóval, és el kell a, a lézereket kerülni, attól a ponttól feltöltöm a második részt, és aki még nem játszott a végig, spoiler alert játékmenet szempontjából, oké, okay, egy-két dologra fölhívom a figyelmeteket, az első dolog, amire érdemes fölhívnom a figyelmeteket, az ott van, ahol a kukacok elkaphatnak a földön, Uh, van egy olyan rész, amikor már megszerzett különböző energiáidat, uh, úgy kell őket megszelidíteni, hogy ahogy jön feléd, nyomsz egy et, és akkor megszédül, nyomsz egy ötöst, és irányítasz szerze fölötte. A végén a grinéreket úgy lehet legyőzni, hogy nyomogatod, mint az őrült az ötöst, kijön a tenód, nyomsz egy et azokra a grinérekre, majd control space az irányukba, és akkor le tudod őket fegyverezni, és gyengévé válnak, és akkor gyakorlatilag le tudod őket győzni. Nos, e ezekre szerettem volna felhívni, ez a macerábik az egész Vorvidimben, de most e térjünk rá a történetére. Egy újabb kis darabkáját kaptuk meg annak, hogy honnan származnak a tenók, és kik a tenók, és hogy, került, e hogy kerültek ők az egész képben. Nos, az egész küldetés úgy indul, mint így, itt láthatjátok is ebben az első részben a videóban, hogy e leszállsz a holdra, és kiderül, hogy az a hely, ahol leszállsz ott a holdra, az az a hely, ahol Margulis uh, uh, ugye ebbe a szarkofágba tett téged, mint a tenót, hogy ugye a void, a benned lévő void energiát valamilyen szinten kontrollálni lehessen. Aki nem tudja, hogy miről beszélek, akkor a Warframe történet videómat nézzétek meg, tehát raktam fel videótól a Warframe történetét elmesélem, és ugye Margulis volt, ha emlékeztek, ő volt az a tudós, aki harcolt azért, hogy a tenókat ne pusztítsák el, amikor még az or orokiniak éltek, ugyebár. Nos, és ugye ez a tudós azon a helyen, ahol itt vagy a videóban, ebben a Holdon, itt volt az a hely, a ahol megalkotta ezt a szarkofágot, amiben a second dreamből fölébredünk gyakorlatilag. És mondja is a lótusz, hogy, hogy, hát ugye ez volt az a hely, ahol Margulis megalkotta a szarkofágot, és gyakorlatilag ezen a helyen születtetek meg ti tenók. És mire a tenó válaszol neki, hogy hát... De ugye nem ez volt az a hely, ahol megszülettünk, és mondja a lótus, hogy nem, és amikor megtalálták az Zarimanten Zero űrhajót, ami el volt ugye veszve a Voidban, akkor az orokiniak mindent, mindent, amit tudtak, töröltek minden adaszbázisból, hogy eltüntessék a hibájukat. Ezzel arra adva következtetést, hogy a tenók orokini születésűek, csak mivel az űrhajó elveszett a Voidban, és a Void energiája megfertőzte azt, aki ott volt, akkor gyakorlatilag a tenók így szerezték meg az erőket, de valójában orokini születésűek, születési gyerekek voltak, és azon az űrhajók voltak, azon az űrhajon voltak a felnőttek, vagyis a szüleik is. Nos, itt zárjuk le egy kicsit ezt a témát, és ugorjunk el arra részre, amikor ott a földön mászkálunk a barlangokba, és ahogy mászkálunk a barlangokba, darabkák jönnek elő, ahogy szerzed vissza az erődet, darabkák, történet darabkák jönnek elő arról, hogy mi történt az űrhajóban, és mit akarnak tőled a Grinér királynők, és Tensirről, ugye, majd beszélek róla, és hogy kerülő ő a képbe, ő az, aki segít neked átmenni ezen a harcon, ezen a barlangon, ami valójában egy illúzió, amit a Grinér királynő keltett, akkor, amikor először találkoztál velük, ugye elkaptak, vagyis tensin elkapott, és a grinél királynő hozzányomta azt a ö, kartszerűség azt a botot, és egy illúziót keltett, mégpedig ezt az illúziót, ö, ahogy az űrhajódból elmész a földre, és a földön, a barlangban végigharcolod magad, és tensin az, aki vezet téged az utadon és, és a, erőt találsz önmagadban, ezért morvidin, de egy belső harc, és ahogy hallodsz az utadon, hogy visszaszerezd az erődet, energiádat és az irányítást a warframe felett, felül emelkedsz önmagadon. Nos, és ezen az úton, amíg haladsz, egy apró történetre derül a fény, hogy valami történt a Zarimenten Zero űrhajón, ugyebár, és a felnőttek, a felnőttekkel baj lett, tehát vala megőrültek gyakorlatilag, és... És itt ad egy első választási opciót, hogy, hogy ugye a felnőttek megőrültek, és ugye betörték, rá, rá akarták törni az ajtókat a gyerekekre, és, a, és akkor te választasz, hogy ott, ott, hogy ott mit csináltál, hogy reménykedtél abban, hogy, le, hogy jön a felmentő hogy teljesen meg voltak veszve a felnőttek. Tehát hogy emlékszel te a történetre? Lényegtelen, én ugye azt választottam, hogy hát, ha még van remény, na mindegy. A lényeg az, hogy kiderült, hogy felnőttek valószínűleg megfertőzöttek a Void energiájától, és gyakorlatilag rárontottak a gyerekekre, viszont a gyerekekre ez egy kicsit később derül ki a történetbe, a gyerekek valamiért kontrollálni tudták a Void energiát. Nem is kontrollálni, hanem. Öm, tudtak lavírozni az energiával, együtt lenni ezzel az energiával, míg a felnőtteket ugye megfertőzte ez az energia. Nos, a probléma az volt, hogy ha bár így lavírozni tudtak ezzel az energiával, ugye később, de nem tudták kezelni még. Ezért alkotta meg margulis, azokat a szarkofágokat, hogy kezelni lehessen, irányítani ezt a void energiát, ami a gyerekekben volt. Mert ugye őket ők nem őrültek meg tőle, nem volt és nőlük semmi baj, de Uh, ugye azt irányítani kellett, meg kellett szelidíteni azt az energiát, és ez uh, derül ki uh, a tenó számára, hogy így vissza emlékszik, hogy mi volt azon az űrhajón, és kitörtött a káosz, pánik, és minden, és később ugye rátaláltak az orokiniak erre az űrhajóra, de töröltek ezzel kapcsolatosan minden adatot, és ezért nem tudtuk eddig, hogy mi történhetett a... Um, tenókkal. Nos, hogy került Tessin -e a képbe? A Grineer királynőnél lévő bot, de először is ö, miatt került Tessin a képbe, de először is beszélgessünk Tessinről. Tessin az Orokiniak által létrehozott harcos, akik Dex névre hallgatnak, tehát ők Dex harcosok. Az Orokiniak hozták létre őket, és ők egy kód elvet ültöttek bele. Orokiniakra soha nem emelhetnek karnot. És érdeklés, ne esik, a Grineer királynő Orokini volt gyakorlatilag itt nem Grinir volt, hanem Orokini volt, csak hát valahogy Grinir királynő lett. A lényeg az, hogy ő Orokini volt, és a bot, amit tart a kezében amivel téged is próbált egy uh, elmezavarodottságba küldeni, az a bot irányítja Tesint. Tehát gyakorlatilag, akinél van az a bot, akkor Tesin annak engedelmeskedik, tehát ezért tűnt úgy, mint a Tesin áruló lett volna. Na most, uh, gyakor hol tartottam? Na most ugye itt tartottam, hogy mit akartak a Grinér királynők. Mivel, hogy ők orokiniak voltak, és tudjuk, hogy az orokiniak elérték azért azt a bizonyos örök életet, viszont a fizikai testük úgy néz ki, tehát nem tudom, hogy hogy jön összefüggésbe, de a lényeg az, hogy ennek a Grinér királynőnek a fizikai teste, amiben benne volt már, gyakorlatilag rodhat. És egy kicsit csalódás volt ebből a szempontból a téma, de a célja ennek a Grinér királynőnek az az volt, hogy a tenónak az elméjét megszédítse, megbolondítsa, és addig ha gyakoroljon rá hatást, amíg teljesen meg nem szűnik, ezáltal ő a Grinir királynő be tud költözni a tenó testébe, és egyé tud válni a tenóval, és esetlegesen azzal az erővel, amit a tenó birtokol úgy, hogy gyakorlatilag a tenónak a szellemiségét, az, értel, az értelmiségét kitörli abból a testből. Ez ö, lett volna a Grinér királynőknek a célja, ő ezért ö, mondta, vagy is tűnt úgy, mintha Grinér királynő várnák a tenókat, várnák az álmodókat, ugye, hogy végre megszerezzenek egy új testet, amivel gondolhatom, újra uralkodhatnának az univerzum felett, csak hát ugye te tőlük azt a, a, botot, ezáltal ugye tensin irányítására Ö, szerteszel és akkor a Tesinnek, hogy ö, gyakorlatilag ö, megölje, megkiméje vagy valamit csinálja, én megölettem a Grineer királynőt, mint a szart és akkor a végén van még ugye ez a kis film, amikor újra elmész a földre és odamész Tessinhez mint régi jó kollégák mondhatni, és eldöntheted, hogy mit csinálj azzal a bottal, ami gyakorlatilag végtelen hatalmat tud adni. Ott mondja tesén, hogy vagy egyeseknek hatalmat tud adni, másoknak pedig pusztulást is tudna hozni gyakorlatilag. És ugye egy, egy olyan ö, dolog, mint kb. az Avengersben az elmekő, zavar tud kelteni, vagy bármi ilyesmi, és mit mit csinálsz vele, és oké, én speciál arra nyomtam, hogy irányítani akarom, és azt az elixir féleséget, ami raj, raj, rajta volt a kardon, azt levettem, odaadtam Tesinnek, hogy szerezze meg önmaga fölött, ő is az irányítás, nem más irányít, csak inél van ez a bot, gondolom, egy ilyen jelkép volt, és amit nem értettem a végére, és lehet, hogy ti igen, nem tudom, a végén a Tenó elismétel egy ilyen mondatot, hogy remember, child, you are nothing without me. Na most, ez azt jelenti, hogy emlékezz, gyermek, senki vagy én nélkülem. Hogy ezt mi mondatja, ki mondatja a tenóval, amint hozzáér az zelexir, ez leveszi, és egy, egy ilyen, ura, valami átveszi az uralmat a teste fölött, és azt mondja, ugye, hogy emlékezz, gyermek, nélkülem, senki vagy, hogy az ki, azt nem tudjuk, és... Gondolom ez lesz majd a következő történetnek egy kiderítő része. Lehet, hogy a gyerekek szülei voltak, mert az apa konkrétan uh, beszélt, mert ő, ő az apa is így uh, felmerül a történet során, mint ahogy játszott, de nem túl konkrétan. Lehet, hogy az apa lehet, hogy valami, valami más. Srácok, ez lett volna a Vorvidénnek a, a története. Tényleg egy kis, egy nagyon kis szegmensét kapjuk meg. A, a tenóknak, a tenók történetének, de legalább tudjuk, hogy honnan származnak már, és honnan van az erők, és hogy volt az, hogy csak ők élték túl azt az űrhajó eltűnést, és miért csak ők voltak ezen a, az űrhajón, mert gyakorlatilag olyan megőrültek a felnőtt, de a tenók voltak azok, akik elintézték őket. És ezért volt az, a, amikor az orokiniak megtalálták az űrhajót és fölmentek az űrhajóra, hogy rá, rátámadtak az orokiniakra ezek a gyerekek, ugye a tenók rátámadtak az orokiniakra, mert féltek egyrészt tőlük, meg eleve nem tudták irányítani az erejüket is. Érdekes, kinek hogy tetszett a történet, a gameplay, meséljetek, meséljetek, hogy milyen volt, eh, hogy tetszett, hogy éltétek meg, hogy fogadtátok az újdonságokat, amik eh, bejöttek a vorvidénnel. És hamarosan én is rakok fel videót, mindenről megpróbálok mindent elmagyarázni, újdonságokat és a többi, és kaptunk egy, eh, egy nagyon jó kis modot, ugye? A modot megcsinálni azt is megy a másik videóba. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!